2019-ben a második Rákóczi Ferenc Kárpáti Magyar Főiskola 7 szakon hirdett felvételit magiszteri képzési szinten. Ezek matematika, történelmi és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakok. Ezek a szakokra mindazok jelentkeznek, akik rendelkeznek már felsőfokú végzettséggel, lehet ez bachelor szint, lehet ez specialist, akár magiszteri szintű diploma. A jelentkezéshez három megmérettetésen kell részt venni majd a felvételizőnek. Mindegy szak esetében kötelező a felvételi vizsga idegen nyelvből, valamint azok esetében, akik más szakirányból jelentkeznek, tehát nem azonos szakra jelentkeznek, az ők esetükben különbözeti vizsgát is kell tenni. Ha azonos szakirányból jelentkezik a felvételiző, akkor csak két felvételi vizsgán kell részt vennie, ez az idegen nyelv, valamint a szaktárgyi vizsga. A jelentkezés magiszteri szintű képzéseinkre július 10-én veszi kezdetét és 23-áig tart majd, a felvételi vizsgákra pedig július 24 és 31 között kerül majd sor. Kérem mindazokat, akik részt szeretnének venni a felvétel eljárásban magiszteri képzési szintre, úgy szintén tartsák be ezeket az időpontokat, kövessék a vizsgarendet, ennek elmulasztása lehetetlené teszi a felvételi eljárásban való részvételt. Felszeretném hinni a kedves felvételizők figyelmét arra is, hogy intézményünkben magyarországi oktatási intézményekkel közösen hirdetünk Ukrajnában nem akkreditált képzéseket, mégpedig a Gödöllői Szent István Egyetem idén is elindítja Beregszászban kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki, illetve élelmiszeripar mérnöki képzését, a Nyíregyház Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia református katekéta lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot indít a Rákóczi Főiskolán. A Debrecen Egyetem is együttműködik főiskolánkkal. 4 szakon hirdetnek kihelyezett képzést, ápolás és betegellátás, gazdaságinformatika, mérnökinformatika és szociálpedagógia. A Károly Gáspár Református Egyetem magyar, mint idegen nyelv szakos pedagógus képzésre is felvételt hirdet. Az oktatás és pedagógia képzésekhoz tartozó szakon szerzett bachelor szintű oklevél birtokában lehet jelentkezni majd erre a szakra. Annyit kell tudni nem akreditált szakokkal kapcsolatosan, hogy a jelentkezés itt ZNU tanúsítványok nélkül történik, tehát akinek nem sikerült szertifikátokat szerezni, az ők esetükben a jelentkezést meg lehet tenni ezekre a szakokra. A jelentkezés július 10-én veszi kezdetét, és elég hozzá az érettségi bizonyítvány.